Kedves nézők, ez itt már a hosszabbítás. Február 16-án lesz budapesti ökölvívó gála, amelynek a főmérkőzése Szellő Imre Gyenyisz Gracsev elleni összecsapása lesz. A stúdió vendége Szellő Imre, szia, köszöntelek és köszönöm szépen, hogy elfogadtad. Köszönöm a meghívást, boldog új évet. A meghívást, bújék neked is. Mindenkinek. Idén még nem jártál nálunk. Hát Gracsev, amit róla tudni kell, majd beszélünk Erdei Zsolt kapcsán is Gracsevről, az, hogy 16 győzelem, 5 vereség, 1 döntetlen, gyakorlatilag egykorúak vagytok. Nem tudom, hogy mennyire lesz ez fáklyás, mert nem valószínű. Mikor dőlt el? Igazából úgy tudom, hogy Félix már fél éve tárgyalgat velük, csak még nem tudott velük dűlőre jutni, és az igazából így, hiszem karácsony környékén kaptam az üzenetet. Ez volt hogy, a karácsonyi meglepetés. Igen, a karácsonyi meglepetés ez volt, hogy februárban akkor belecsaphatunk a Lecsóba. Tényleg olyan ellenfél jön, aki már nemzetközileg is elismert, a magyar közönség ismeri, és hát de az, én úgy gondolom, hogy ki lehet jelenteni, hogy a profi pályafutásom egyik legjobban várt mérkőzésre lesz, mind a nézők, mind az én részemről is. Mit szóltál hozzá, amikor kiderült, hogy ő az ellenfél? Bár te ezzel nem nagyon szoktál foglalkozni, aki jön. Így van. Mindig aki jön a következő szintre, próbálunk lépni, és az aktuális ellenfelet kell megoldani. Nem nagyon szeretek ilyen 3-4 ellenféle, vagy 3-4 mérkőzésre előre gondolkodni. Mindig az aktuálissal. És hát először meglepődtem, mert ugye neki súlycsoportot kell így váltani, mert Madárral fél nehéz súlyban 79,50, de azt hiszem az a címmérkőzés van a súlyhatár, úgyhogy egy tízessel most erősebbnek kell minimum, hogy legyen. Nem tudom, várom. Azt nem mondom, hogy ugyanúgy készülök, mint a többi mérkőzéseimre. Azért ez, hogy nyilván ökölvívó tudásban Erdei Zsoltit nem verte meg, amikor volt ez a ominózus eset. Lett egy olyan bírói hozás, ami nyilván a mi részünkről nem annyira tetszett senkinek, és ez egy kicsi fűszer, egy kis pikantériát még ad ahhoz, hogy felkészülésen még az eddiginél is kicsivel jobban oda tudjak figyelni. És ha már figyelem, mire kell figyelni ellen? Hát nyilván vele kapcsolatban nem jársz úgy, mint előző ellenfeled kapcsán, hogy nem igazán volt róla képanyag. Igen, róla van. Gracsevről van? Igen, Gracsevről van bőven. Ami azt mondom, hogy szerencsés és az én stílusomhoz ő igazán közel áll, az az, hogy ő előre jön. Ökölvívó nyelven mondhatom, hogy jön a pofonért, nem fog megállni, mint utolsó ellenfelem, ugye Hal Junior, nem fog körbe táncolgatni. Én úgy gondolom, hogy az első pillanattól kezdve fel fogja venni az engárdot, és most egy kicsit ilyen ironikusan mondom, hogy ugye a jobbik fog talpon maradni, mert nyilván én sem fogok engedni az erőszakomból és a győzelmemből, a győzelmi akarásból, és én úgy gondolom, hogy ő se, úgyhogy egy nagyon-nagyon parázs mérkőzés lesz, én úgy gondolom. Milyen menetrend szerint készülsz, hogyan épül fel egy napot, hetet, tehát a következő hetek miről szólnak? Hát nyilván rengeteg munkáról. Nyilván rengeteg munkáról, igen. Annyira váratlanul nem ugrunk bele a felkészülésbe, ugye a november 10-i mérkőzésem után edzőm Bertók Róbert elküldött egy kis pihenőre, majd hát 3 hét után már jelentkeztem, kopogtam, hogy szeretném újra kezdeni, és akkor mondta, hogy hát még nincs itt az ideje, és még igazából nincs is konkrétum. Én mondtam, hogy nem baj, Robi, én szeretném elkezdeni, mert idehaza nem igazán tudok magammal mit kezdeni. Tényleg, amikor így egy mérkőzés után ez a nagy haddelhad elmegy, durván ilyen hetet, másfél hetet pihenek, de utána újra elkezd életezni a szervezetem, és nem tudok magammal mit kezdeni. Nyilván nem egy olyan munkás ember vagyok, aki bemegy a gyárba és a szalag mellett áll 8 órát, 10 órát, nekem teljesen más. És hát így, hogy hideg van, hűvös van, nem nagyon tudtam megtalálni magam, és mondtam neki, hogy legyen szíves, állítson olyan edzéstervet, amivel már elő tudjuk alapozni,
a következő felkészülés kezdeti fázisát, és akkor így heti háromszor ugye lejártam Szentesre, és ott készültem. Nyilván ezek a pörgős edzések, ezek így a héten, múlt héten meg a héten kezdenek bekapcsolódni. Most kezdődnek majd el a kesztyűs edzések, ennek apropóján megyünk ugye külföldre is. Én úgy gondolom, hogy teljes mértékben jó van felépítve a következő mérkőzésemre is az egész, mondhatni úgy, edzőtáborozás. Mit vársz attól az edzőtábortól, ami nyilván hatalmas... Kijevben lesz. Igen, Kijevben lesz, nem titok, Alexander Usyk a WBO világbajnoka. Ő meghívott, hogy menjek ki hozzá egy hétre kesztyűzni, neki január 25-én van egy mérkőzése, és hogy segítsen neki a felkészülését. Elfogadtuk ezt a meghívást, edzőmmel vasárnap, még nem tudom mikor, de vasárnap, az már biztos, hogy a héten vasárnap indulunk. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen hasznos lesz, mind szakmailag, mind minden téren, úgy gondolom, hogy új dolgokat is lehet elnézni, meg nyilván a világ egyik legjobb cirkeló súlyújával tudok egyet kesztyűzni, nagyjából én is majd be tudom rangsorolni magam, hogy mi az, ami keresnivalónk van ebbe a súlycsoportba. A box világszervezet cirkeló súly interkontinentális bajnoka vagy. Nyilván. 19 meccsből 19 győzelemmel. Hibátlan a mérleged, ugye a cseb mérlegét már mondtam. Egyébként mit mutat a mérleged? Súlyra gondolok. És újra, így az ünnepek után gondolod. Hát most kicsit rámentünk az építkezésre. Tényleg nagyon-nagyon nagy, három héten keresztül még ezt a heti három napokat jártam csak le Szentesre. Tényleg olyan mennyiségű, akkora súlyokat emeltem meg, és olyan szinten kellett táplálkoznom, túltáplálkoznom, mondhatom is így, hogy az erőnléti edzőm nagyban odafigyel a táplálkozásomra is, és tényleg ilyen ebédnél négy darab húsokat, meg ilyeneket meg kellett tennem, hát egyszerűen nem fér belém, de hát majd, hogy nem, tényleg itt is el sem mondhatom, ütve-verve voltam, rengeteget esettem, hát és nyilván most a mérleg nyelve kis túlzásra mutat, szerintem olyan 98 kilót. Hát viszont hol ellen is azért relatíve rövid idő, sőt, igen, nagyon rövid idő alatt. Három nap alatt, igen, 96-ról mentem le 89-re. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel nem igazán lesz gond. Így van, hát majd meglátjuk, hogy mennyire lesz nehéz. Most azért azt már így előre elmondom, hogy nem az utolsó hétre hagyom azt a pár kilót. Beszéltünk róla, hogy Erdei Zsolt egyetlen profi legyőzőjéről van szó. 2013-ban volt ez a meccs, hát ezt a legyőzőt ezt talán idézőjelbe is, igen, lehet rakni. Ez egy megosztott pontozás volt, kint volt Amerikában. Igen. Ismertek én úgy gondolom a körülmények. Szóval igen, csak kérdőjeles volt ez a Röcsev győzelem, sőt. Igen. Még meg is volt lepődve, hogy az ő kezébe merték fel, annyira biztos volt a győzelmében. Viszont akkor is ő tudja azt, amit tud. Most tettétek idáig legmagasabbra a lécet? Nem tudom, nyilván. Azért én úgy gondolom, hogy mikor pont egy éve ezelőtt februárban játszottam Pápán a Wilson az első amerikai ellenfelemmel, a kőkemény Palival, hát ott azt mondom, hogy ott föl lett rakva a léc, mert tényleg ott az elsőtől a nyolcadikig minden idegszállammal ott kellett lenni a mérkőzésen, egy pillanatig nem lehetett kihagyni. Én úgy gondolom, hogy az is egy szintugrás volt. Akkor a legutolsó ellenfelem, Robert Hart Jr., ő is egy ilyen, úgy gondolom, hogy szintugrás volt, és egy olyan szintugrás, akire nem tudtunk felkészülni, ugye nagyon nem tudtunk belőle felkészülni, nagyjából annyit tudtunk, hogy néz ki a srác, mert igazából sokkal többet nem tudtunk, a box stílusa, a küzdőmodora, stb. Ezek nem jöttek le, mert nem volt róla felvétel, annyi, hogy fényképeket találtunk róla a Google-be, de ennyi. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden egyes mérkőzésem úgy van felépítve, hogy minél nagyobb lépcsőfokat próbáljunk meg, és nyilván így van értelme csinálni, mert hogyha nyilván gyengébb képességű versenyzőkkel bunyóznék, most lehet, hogy a győzelmeim száma növekedne, de szakmai értéke nem sok lenne.
Gyakorlatilag egykorúak vagytok, mérkőzés számotok is szinte ugyanannyi. Kijelentett, hogy a rutin is körülbelül ugyanannyi? Hát igen, lehet talán azt mondani, hogy igen. Ugye én pont ma reggel beszéltem edzőmmel, aki minden kis apró dolognak utána néz minden egyes ellenfélnek, és mondja, hogy talán valami 120 pár mérkőzése volt kickboxba, volt, nem tudom melyik szervezetnek, most már így elfelejtettem, volt valamelyik szervezetnek világbajnoka is, és utána jött át profi ökölvívónak, 2007-ben debütált, mint profi ökölvívó. Boxolt elég nagy nevekkel, amivel beletört a bicskája, nyilván nem lebecsülendő, mert egy világbajnok, vagy volt világbajnok ellen kikapni nem akkora szégyen. Én úgy gondolom, hogy azért ökölvívó módból jóval több van az én tarsolyomban, mint neki. És én úgy is gondolom, hogy jóval képzettebb vagyok, mint ő. Mit vársz egyébként ettől a meccstől? Kicsit a konkrétumok talajára, még inkább a konkrétumok talajára lépve, 10 menetesre tervezitek. Igen, 10 menetre van tervezve. Ez egy kicsit provokatív kérdés volt a részemről. Nyilván 10 menetre van tervezve. Én nagyon-nagyon elégedett leszek akkor, hogyha a 10. menetet legongatják, és pontozásos győzelemmel győzelőimre pirosarok Magyarország, de nem tartom kizártnak, hogy nem fog végigmenni ez a mérkőzés. Egy tényleg, mióta új csapattal dolgozok együtt, és szinte a kislábom ujjától a fejebúbjáig érzem, hogy mi az a mennyiségű munka, amit elvégzek, és ha azt egy ellenfélre így ráteszem, így tényleg egy pár menet alatt, ha elbírja, akkor tényleg még azt mondom, hogy le a kalappal. Most nagy titkot nem árulok el, nem vagyok benne biztos, hogy végigmegy a mérkőzés. Legyen ez a zárszó. Köszönöm szépen, hogy nálunk érte. Én is köszönöm a kívást. Kedves nézők, ez volt a Hosszabbítás. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.